Test felépítése és fejlődése. A test felépítése, szerkezete és működése a szervezetünkben zajló folyamatok alapjába véve minden emberben azonosak. Mégis, ha kimegyünk az utcára, egyetlen azonos embert sem találunk. Mi lehet ennek az oka? A különbözőséget az eltérő életkorban, nemben, az embert ért külső és belső hatásokban találjuk meg, amik mind-mind hatással vannak ránk, és formálnak minket. A test felépítése. Az emberi testet négy testtájra osztani: fejre, a nyakra, őrre és a végtagokra. A testet kívülről a bőr fedi, belső vázát pedig a csontvázrendszer alkotja. A csontváz tartja és támasztja a testet, védi a belső szerveket és izomtapadási helyet biztosít. Az izmok mozgatják szerveinket, lehetővé teszik végtagjaink mozgását. A fej. A fej csontos vázán a koponyán belül a legfőbb irányító az agy található. Az agyon kívül érzékszerveink egy jelentős része is a fejen helyezkedik el. A szem, a fül, az orr, a száj elengedhetetlenek a mindennapos életben való információszerzésben. A szájüregben, valamint az orrüregben van a tápcsatorna és a légzőszervrendszer első állomása, amelyek a nyakon keresztül a törzsbe jutnak. A nyak. A nyak köti össze a fejet a törzsel, de emellett a légzésben, keringésben és táplálkozásban is fontos szerepet tölt be. Erek, illetve a légcső és a nyelőcső futnak itt. A törzs. A törzset a rekeszizom osztja két részre, mell- és hasüregre. A mellben található a légzőrendszer és a keringési rendszer központja a tüdő és a szív. A hasüreget az emésztőszervrendszer részei töltik ki, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vékony és vastag belek, valamint az anyagcserében és a szaporodásban szerepet játszó szervek is itt helyezkednek el, mint például a vese, a húgyhólyag, a petefészek vagy a méh. Működésüket az idegrendszer és a hormonrendszer szabályozza. Végtagok. A törzshöz oldalról a felső végtagok, a karok, alulról az alsó végtagok, a lábak kapcsolódnak. Felépítésünk nagyban hasonlít egymáshoz. Feladatuk a különböző hely és helyzetváltoztató mozgások végzésében van. Az emberi fejlődik. Az emberi test mindenben változik, fejlődik. Ipat a testarány, a szervek mérete és működése. A mennyiségi változás növekedésnek hívjuk. Ilyen például a súlygyarapodás vagy a cipő méretének a növekedése. Azonban a testben nem csak mennyiségi, hanem minőségi változásokat is láthatunk, ezt nevezzük fejlődésnek. Fejlődés során új működések és szövetek jelennek meg a testben. A fejlődést és a növekedést különböző külső és belső tényezők befolyásolhatják. Belső tényezők olyan tulajdonságok, amiket szüleinktől öröklünk. Külső tényezők közé tartozik az egészséges életmód és az életvitel. Az élet első 9 hónapjában a méhen belül is már óriási változások mennek végbe. Korábban úgy gondolták, hogy a méhen belül már egészen kicsiben ott a kész ember, és csak mennyiségi gyarapodás történik. Ma már tudjuk, hogy a néhány milliméteres sejtből ez idő alatt egy átlagosan 3-4 kilós, 50 cm-es gyermek fejlődik, miközben az összes szerve is kialakul. Újszülöttkornak hívjuk a születés utáni első 10 napot. Az újszülöttek testaránya különbözik későbbiektől. Fejük aránytalanul nagy, törzsük, zömök, végtagjaik rövidek. Ez az aránytalanság az életkorral egyre változik. A végtagok hosszabbak lesznek, a törzs megnyúlik, és a fej is arányosan illeszkedik a törzshöz. Az újszülöttek sokat alszanak, és legtöbbször csak a szoptatás idejére ébrednek fel. Az első életévet hívjuk csecsemőkornak. Ebben az időben a testsúly megháromszoroz, a testhossz 20-25 cm-rel nő. A csecsemők megtanulják a legfontosabb mozgásokat,
valamint az első tejfogak is megjelennek. Már egyre többet vannak ébren, és a pépes ételt is szívesen fogadják. A kisgyermekkor a 7. életév végéig tart. A növekedés üteme ilyenkor lelassul. Indul a fogváltás, a tejfogak helyét a maradandó fogak veszik át. A gyermekkor 11 és 12 éves korig tart. A fiúk és a lányok fejlődése 7-8 éves korig nagyjából megegyezik, azután a két nem külön utakon folytatja a fejlődést, a lányok kicsit mindig hamarabb kezdve és hamarabb befejezve az egyes korszakokat. Serdülőkor és ifjúkor. Serdülőkorban ismét nagy változás. Egyrészt a testméretható különbség, másrészt pedig a nemi jegyek alakulásában. A serdülőkor a két nem között eltérő időben történik, a lányoknál 12-15, a fiúknál 13-16 év közé tehető. A végleges testmagasságot és arányokat az ifjúkorban körülbelül 20-21 éves korban érik el. A felnőtt és időskor. Felnőtt korban a legnagyobb mind a fizikai, mind a szellemi teljesítő képesség. A hanyatlás a nőkben 50, a férfiakban valamivel későbbre tehető. Az öregedéssel a haj megőszül, romlik a látás és a hallás, a csontok törékenyebbé válnak, csökken a testi erő, és a betegségekkel szemben az ellenálló képesség is. Ne feledjük el, hogy a testi fejlődések mellett folyamatos értelmi és érzelmejlődés is végbe ment. Ezek az életkorral ugyanúgy változnak, mint a testünk. Az egészséges életmód, tehát a megfelelő táplálkozás és elegendő mozgás, valamint a genetikai tulajdonságaink határozzák meg, hogy milyen gyorsan történik mindez.